tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, egy bölcs mondást jutott eszembe a honvédek jogállásáról, illetve azzal összefüggő törvények, számos törvény, illetve saláta 39 oldalas előterjesztését olvasva. Az erős hadseregek fegyverkeznek, a gyengék öltözködnek, jogszabályokat és szabályzatokat gyártanak. Bár ami azt illeti, az öltözködéssel kapcsolatban sem egészen beszélhetünk sikerről a Magyar Honvédség esetében, hiszen régen járt az idő az 1990 és 2000 mintájú gyakorlók felett, ennek ellenére rendszeresen ebben láthatjuk a honvédeket, akár a honvédelem.hu-n is, pedig hát az ott megjelent képek, tudósítások többszörös szűrön mennek át, mielőtt megjelenhetnek. Ennek ellenére nem csak, hogy ezeket a régi gyakorlókat látjuk, de például számos civil ruházati kiegészítőt is. És hát nem csak arról van szó, hogy nem rendszeresítettek ezek, hanem arról, hogy civil felszerelés nem alkalmas, tehát például nem lövész, hanem utcai napszemüveg látható rajtuk, és sorolhatnánk. No de ami az előttünk fekvő törvényjavaslatban a legfájóbb és a leggyalázatosabb, hogy megszüntetik a honvédek jogállásáról szóló törvényt, egészen precízen szólva azért átírják, a törvényt kormányrendeletre, valamint a szolgálati jogviszonyt szolgálati viszonyra. Hát jogállam helyett is már sajnos inkább csak állam van, ilyen értelemben következetesek. Na de hát jó, hogy nem mindjárt a hadba lépést is rendeleti vagy miniszteri utasítás szintjére zülesztik le. Méltatlan az, hogy nem törvényi szinten rendezik a honvédek jogállását. A honvédség előszeretettel alkalmazza a méltatlansági eljárást katonákkal szemben, sokszor megfeledkezve arról, hogy a méltatlanság egy kétélű fegyver, ami visszafelé is elsülhet. A katonák megbecsüléséhez hozzá tartozik az is, hogy a jogállásokat a legmagasabb törvényi szinten rendezzék. Hát most kik lesznek a következők? A rendőrök, pedagógusok, vagy épp az alkotmánybírák jogállását fogják levenni és levinni kormányrendeleti szintre? mondjuk ahogy nézzük, a köztársasági elnökök is úgy jönnek, mennek, hogy akár az ő jogállásokat is elég lenne rendeleti szinten szabályozni ennyi erővel. Így most még nagyobb szabadságot kap a kormány, és a múlt tavaszi tisztogatásokkal megszűrt katonai felsővezetés. A szabadságok megvonása már a honvédek jogállásáról szóló kormányrendeletben szerepel, sok más egyéb érdekes dologgal együtt, ez vár a magyar honvédekre. Például, hogy az előjáró, az állomány illetékes parancsnok szabja meg az adott feladat elvégzéséért járó juttatásokat, és nem pedig egy törvény. Tehát konkrétan nem lesz túlóra, és ők döntik el, hogy például a hétvégi munkavégzés után jár-e majd valamilyen kompenzáció. De ők döntenek majd a fizetések mértékéről egy bizonyos határ között persze. Itt egy mondjuk tíz éve szolgáló altiszt esetében már több mint százezer forint lehet a különbség nettóban. Hát nyilvánvaló, hogyha nem lesz valaki szimpatikus a parancsnokának, akkor az merre fog kerekíteni. Kár, hogy a honvédek jogállásával összefüggő törvények módosítását most olyan gyalázatos körülmények között tárgyaljuk, egy ilyen lehetetlen időpont van, amikor nincs itt a honvédelmi miniszter sem. Nem tartja fontosnak, hogy amikor megszüntetik a honvédek jogállásáról szóló törvényt, akkor ehhez a nevét, az arcát adja. Úgy tűnik, hogy ez nem érdekli őt, csak a honvédségi beszerzések, a korrupció, hiszen a kaszinó koncesziókon meggazdagodott oligarchából lett miniszternek a szakértelme helyett sokkal inkább az különböző anyagi érdekeit és érdekeltségeit, érdeklődését látjuk. És itt jelenik meg az, hogy ezek után Szalai Bobrovdiszki Kristóf miniszter úr címzetes rendfokozatot adományozhat, például annak, aki honvédelmi célra vagyoni hozzájárulást teljesít. Hát rögtön a letelepedési kötvények juthatnak az eszünkbe, egy másik miniszter, Rogán Antalnak a biznisze, hiszen hogyha állampolgárságot lehet pénzért venni, ha magyarságot lehet pénzért venni, akkor miért ne lehessen ugye most már egyenesen katonai tiszti, főtiszti rendfokozatot is, de árulják már el, hogy konkrétan mondjuk mennyibe fog kerülni egy ezredesi rendfokozat, mert ezt nem látjuk az előterjesztésben. A címzetes alezredesi és ezredesi rendfokozatok bevezetése morálisan tovább rontja az állomány hangulatát, hiszen mások évtizedekig dolgoznak ezekért. A pocakos, tokás, alezredesek, ezredesek látványa egyébként is visszataszító, mint ahogy miniszterelnök úr is utalt rá korábban. Ráadásul a civilek nem fogják tudni megkülönböztetni őket az igazi katonáktól, ha bármilyen egyenruhát húznak, de talán még a katonák se. Ez pedig mind a civil életben, mind a laktanyákban problémákat okozhat. Továbbá az alezredesek és ezredesek számának növekedése tovább növeli a honvédségi vízfejet, hiszen akinek ilyen rendfokozata van, az előbb-utóbb parancsokat is akar majd osztani. Tisztelt Országgyűlés! A jelen javaslat. Megszünteti a honvéd altisztjelöltek és tisztjelöltek jogállását, megnevezését, és e kifejezések helyett a hallgatót vezeti be, ami azt gondolom, hogy nem segíti elő a honvédelmi nevelést, a katonai szellem kialakulását, sokkal inkább a pálya elhagyást készíti elő, hogy már hallgatóként készüljenek nem feltétlenül honvéd tiszti pályára. Pedig a honvéd altisztjelöltek és tisztjelöltek kifejezése széles körben bevett, elterjedt, elfogadott volt, semmi sem indokolja annak a megváltoztatását. Viszont, hogy valami jót is említsek, kiegészítik az önkormányzatokról szóló törvényt, a 3000 fő feletti település főállású polgármestere ezután betölthetne önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt is ha ténylegesen engedik, bár látjuk azt, hogy mondjuk a nemzeti elkötelezettségű személyeket rendre kiebrudalják, és hiába jeleztem ezt több honvédelmi miniszternek az elmúlt években, hiába jeleztem ezt a katonai nemzetbiztonsági szolgálatnak, hogy konkrét eseteket tudok, akit például 64 vármi ifjúsági mozgalommal kapcsolatos szimpátiája miatt rekesztettek ki, vagy más hasonló okok miatt a honvédségtől, és hogy vizsgálják ezt ki, nem érdekelte egyik szervet sem, egyik minisztert sem. ezeknek még csak a kivizsgálása sem, még egy látszatvizsgálatra sem vették a fáradtságot. Tömegesen tudjuk, hogy kirekeztik a honvédségből, hát nem csak korábban az oltatlanokat, de a hazafiakat is, miközben súlyos létszámhiányjal küzdködnek. Ezek után örömteli az, hogyha legalább a polgármestereket engedik tartalékos szolgálati jogviszonyt ellátni. Annál is inkább, mert 2019 elejétől megszüntették azt a korábbi gyakorlatot, hogy például egy országgyűlési képviselő vagy önkormányzati képviselő is lehessen tartalékos honvéd. Én magam egyedüli honvédként illetve egyedüli országgyűlési képviselőként végeztem el a honvédségi alapkiképzést 2016-ban, azonban 2019-től megszüntették azt a lehetőséget, hogy akár csak valaki önkormányzati képviselőként elláthasson tartalékos szolgálati jogviszonyt. Bár számos tisztségviselőnél, államtitkárnál, honvédségi vezetőnél Katonatisztnél próbáltam lobbizni annak érdekében, hogy ezt az eszement és egyébként az akkori salátatörvényben az indokolás alapján úgy tűnik, hogy tévesen bevezetett szabályozást, korlátozást vessék el. A mai napig ez nem történt meg, és hát most sem fog teljes körülön, sőt a legtöbb esetben, tehát mondjuk az önkormányzati képviselők számát nézzük, azért az a legáltalánosabb eset ők a jövőben sem lehetnek tartalékos honvédek, pedig klasszikusan, úgymond inkább félállásnak tekinthető, mind az önkormányzati képviselőség, mind hát bizonyos értelemben, békeidőben mindenképpen a tartalékos szolgálati jogviszony, és amióta területvédelmi alapú az önkéntes tartalékos rendszer elsődlegesen azóta, pedig különösen indokolt volna azokat bevonni, akik jellemzően lokálpatrióták, és rá is érnek arra, hogy mondjuk hétvégente, nyaranta egy alapkiképzést vagy pótolagos kiképzést elvégezzenek. Én azért azt gondolom, hogy indokolt volna nem csak a polgármesterek esetében, de az önkormányzati képviselők esetében, akik jellemzően egyébként valamelyest reflektorfényben vannak, és személyes példájukkal, jó példával járva elől, a honvédség létszám hiányát is mérsékelhetik a toborzó hatással, hogyha erről beszámol és erről hírt ad egy adott önkormányzati képviselő, aminek azt gondolom a társadalmi hatása, pozitív hatása nem lebecsülendő. Ezért további lépésekre is szükség volna. Ami pedig a honvédelmi törvény módosítását illeti, elképesztő az a 86. paragrafusbeli módosítás, ami kiegészül egy harmadik bekezdéssel, hogy a külföldi szolgálatot teljesítővel szemben a külföldi rendészeti feladatot ellátó személy is eljárhat. Hát ugye ezért érezzük, hogy nem ez a honvédség legnagyobb problémája, ugye? Hát pláne ha a magyar katonákat nem vinnék tartós külszolgálatba, jellemzően idegen megszállásokba, mint amilyen volt a csúfos bukással végződött afganisztáni megszállás, amilyen jelenleg irak megszállása is, az iraki kormány, sőt iraki parlament döntése ellenére is, de említhetnénk az izraeli határon szolgáló honvédeket, amely a háború kirobbanása óta is sajnos továbbra is tart a mi hazánk mozgalom minden tiltakozása ellenére. Sajnos egyedül maradtunk abban, hogy ezekben a megszállásokban, főleg Afganisztánban, Rakban, de hát csádban sem volna keresni valónk természetesen. Elfogadhatatlan az is, hogy alezredesinél magasabb rendfokozatot nem érhet el olyan honvéd, aki nem vállal ilyen külföldi megszállásokban való részvétet, hanem ő valóban honvéd szeretne lenni, a hazáját szeretné védeni. Bár ezt nem írják le nyilvánosan kifelé sehol, de oly sok kritikám ellenére, és félek, hogy ma sem fogják ezt cáfolni, mert bizony ez a gyakorlat, ezt honvédtisztektől, főtisztektől pontosan tudom. A polgárháborús csádban pedig jelenleg például, ha ezt az új törvényt kell majd alkalmazni, akkor mely fegyveres erők látnak el rendészeti feladatot, akik a most előterjesztett honvédelmi törvény módosítás szerint eljárhatnak majd a külföldi szolgálatot teljesítő magyar katonákkal szemben? Erre konkrét választ várnék, államtitkár úr. Tehát egy csádi közterület felügyelő, aki mondjuk rendészeti feladatokat lát el, az eljárhat majd a külszolgálaton lévő magyar katonával szemben? Magyarországon rendészeti feladatot ellátó mezőr az illegális bevándorlóval szemben sem járhat el. Láthattuk ezt ugye az ásadhalmon meghúzott kitűnő hazafiak mezőrök esetéből is. Ezért módosítani kellene, hogy a külföldi szolgáltat teljesítő magyar katonával szemben külföldi katonai rendész is eljárhat. Hát tegyük hozzá legalább, hogy amennyiben bűncselekmény vagy fegyelemsértés alapos gyanúja fennáll. Az egyik ilyen módosításom ez lesz. Aztán lesz egybetűs helyesírási módosításom, hát ha kivételesen elfogadnak legalább egy olyat, bár láthattuk ezt a költségvetéshez az év legfontosabb törvényhez benyújtott módosító javaslatainknál, amelyet az egész ciklusban egyetlen egyet sem fogadtak el, hiába 3 400 at nyújtunk be, kizárólag ellenzéki képviselők az országgyűlésnek évente. Még az, azokat az objektív helyesírási módosító javaslatokat is leszavazzák, azt az egybetűs javaslatomat is leszavazták például, ami ugye az észszerű szó új egybetűvel eltérő helyesírása alapján indokolt volna. Na de hát vannak itt érdemi módosító stratégiai nézőpont különbségek is természetesen, illetve hát nem csak velünk kapcsolatban, hát nézzék meg a románokkal kapcsolatban, hova süllyedt a magyar honvédség. Pont akkor módosítják a magyar honvédelmi törvényt, amikor a román honvédelmi törvényt is. De mekkora óriási különbség van a két jogalkotói szándék között. Nézzék csak meg, amíg a külföldi szolgálatra vezényelt magyar katonával szemben az önök mostani javaslata szerint bármilyen rendészeti tevékenységet végző gyalogkakuk és például egy helyi közterület felügyelő, egy mezőőr eljárást folytathat le ez alatt, a román katona bármilyen nemzetközi felhatalmazás nélkül a bajba került román honfitársa segítségére siethet. Úgyhogy nem kell foglalkoznia a helyi rendészeti tevékenységet ellátó szerv eljárásaival. Hát ez a különbség a román és a magyar kormányzati hozzáállás között. Gyalázatos az is, hogy nem számoltak el ezeknek a külföldi megszállásoknak a költségeivel sem, nemhogy a nemzetbiztonsági kockázataival sem, illetve a mi hazánk mozgalom az egyetlen párt, amelyet a Nemzetbiztonsági Bizottságba sem engednek be. Annak ellenére, hogy önálló listán bejutottunk, megtehetik ezt, úgy tűnik hogy egy önálló listán országgyűlésbe jutott pártot egyszerűen be sem engednek az országgyűlés legfontosabb bizottságába. De sem ott, sem máshol nem számoltak el, nem hogy a nemzetbiztonsági kockázattal, de az adófizetőket terhelő kiadásokkal sem. Számtalan alkalommal hiába kérdeztem, írásbeli kérdésben is nyíltan megtagadta a miniszter úr, minősített adat az, hogy mennyibe került az adófizetőknek az afganisztáni megszállásban való részvételünk. Nyilvánvalóan több tíz milliárd forint, mint ahogy nem lesz sokkal olcsóbb véhetően a csádi szerepvállalás sem, ha lesz abból valami egyáltalán, ha képesek egyáltalán egy ilyen karhatalmi feladat végrehajtására, mert nagyjából erre készülnek a polgárháborús csádban, ahol az enezék vezérét épp most végezték ki a polgárháború keretében, tüntetések keretében, tisztázatlan körülmények között, miközben folyamatosan halogatják a már sok éve megígért választást. Hát ehhez kívánnak fegyveresen asszisztálni, egy fegyveres kiszolgáló egysége kívánnak lenni a csádi diktátornak. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyibe kerül, és hogy ez mitől nemzeti, mitől magyar érdek, miközben tisztességes magyarországi hadgyakorlatokra nem jut pénzt, arra nem szánnak pénzt. A saját alaptörvényük 47. cikke alapján egyébként, az ukrán katonák magyarországi kiképzéséről is az országgyűlésnek kellett volna döntenie kétharmaddal, mert a háborúra való felkészítés és kiképzés álláspontunk szerint katonák magyarországi állomásozásának minősül. Nem csak azért, mert fegyveres konfliktusban résztvevő ukrán katonák kiképzésének ez a magyarországi kiképzés egy állomása, hanem mert a honvédelemről és a magyar honvédségről szóló törvény egyértelműen definiálja, a harmadik paragrafus második pontjában, hogy mit kell állomásozás alatt érteni. Tehát erről az országgyűlésnek kellett volna dönteni, és nem pedig olyan sumák módon önöknek, hogy azt még ráadásul megtudni is csak a szlovák védelmi minisztertől tudtuk meg, hogy ukrán katonák egészségügyi szakemberek kiképzésében is részt vett Magyarország. Tisztelt országgyűlés, a mi hazánk tehát nem támogatja a honvédek jogállásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését ennek a kormányrendeletnek a bevezetése a helyi feudális jogokkal rendelkező kiskirályok, fideszes pártkatonák megerősödését vonja maga után. A rendelet bevezetése a főtisztek, tábornokok alá beosztott állomány teljes kiszolgáltatottságát vonja maga után az előjáró kények kedve szerint. Ez pedig elfogadhatatlan. Köszönöm a figyelmet.